10 éve nyert utoljára az Eto Debrecenben, akkor 3-1 arányban győztek a zöldfehérek, azóta több döntetlen, illetve vereség volt a csapat mérlege. A legutóbbi, amúgy bajnoki címet hozó szezonban 4-1-re kapott ki a csapat. A vereséget követően viszont megindult felfelé, a 8. forduló után az ére állt, és utána sem adta át már az elsőséget senkinek. Lang Ádám akkor még kiegészítő volt, most viszont már alapembernek számít Horváth Ferenc csapatában. Hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújt. Lipták Zoltánnal a védelem közepén egyre megbízhatóbban játszanak, és olykor még a támadásokhoz is felérnek. A hátvéd azt szeretné, hogyha a debreceni rohamokat is sikerülne megállítani. Az előző héten ugye egy rangadót nyertek, most jön ellenünk. A következő, otthon nagyon erősek, de mi azért megyünk, hogy megszerezzük a 3 pontot. Nyilván nekik nem olyan sürgős, ők szerintem inkább védekezni fognak, és hagynak minket kibontakozni, és a megszerzett labdákból próbálnak indulgatni, vagy indítani, és mélységből a Kulcsár Tamás például rendkívül gyors játékos, és szerintem azt fogják forszírozni, hogy őt indítgatják majd. A csapat a legutóbbi 3 bajnoki mérkőzését megnyerte, és fellépett a tabella 2. helyére. A hangulat remek, mondja Lang Ádám, ebben szerencsére segítenek az eredmények is. Nagyon jó a közösség, és nem csak a pályán, de a pályán kívül is megértjük egymásokat, beszélgetünk, illetve megy a humor, megy az rika. A bajnoki mérkőzés követően hatan majd a hét elejét nem Győrben töltik. Lang Ádám, Kalmár Zsolt, Varga Roland, Pátkai Máté, Lipták Zoltán és Rudolf Gergely ugyanis Telkiben a válogatott 2 napos összetartásán vesz majd részt.